legősibb mesterségek elevenedtek meg a Fehérló közösségi házban, ugyanis gyapjúból készült textilmunkák, valamint nemez alkotások kaptak helyet a kedden megnyitott különleges kiállításon. A szövés és nemezelés pedig egyidősek az emberiséggel. A kiállítást hivatalosan Tanai Guzorán Anna nyitotta meg. Az a tevékenység, az a folyamat ölt testet a szemünk előtt itt a kiállításon, amikor ezekből a természetes anyagokból valami megszületik, életre kell. A legkomplexebb emberi tevékenység részesei lehetünk. A gondolat a szellemiség tervez, létrehoz. A kéz alázatosan kivitelez. És közben a lélek fejlődik, folyamatosan formálódik. A tárlaton a Bernát Judit által vezetett kreatív kör aktív tagjainak munkái láthatók, Babos Zemplenszky Nóra nemez alkotásaival kiegészülve. A kiállított munkák közös gyökere a gyapjú, ami természetes anyagként egyfajta plusz értékkel rendelkezik a rengeteg műanyaggal szemben. A gyapjúból készült munkák, legyenek azok használati tárgyak vagy lakástextíliák, puhaságukkal, melegségükkel otthonosabbá teszik környezetünket. A gyapjú sokoldalúságát bizonyítja az, hogy számos technikával feldolgozható. Ez úgy van szerintem, hogyha az embert valami nagyon érdekli, akkor egy picikét úgy működik bennem, mint egy mágnes, hogy utána már mindent magához vonz, ami ezzel kapcsolatos, és magába az anyagban, meg ennek a lehetőségeibe én nagyon-nagyon sok olyan dolgot találtam, amihez tudok kapcsolódni, és azóta is fejleszgettem a tudásomat, és ugye rengeteg tárgyon kipróbáltam már az elmúlt 2 évben gyakorlatban is az összeszedett ismereteket, és úgy gondolom, hogy ez lehet, hogy most már így el fog is érni engem, akár életem végéig is. A kiállításon számos ruhadarab található, így például fejfedő, sál, illetve táska vagy tarisznya is. Az öltözékek és azok kiegészítői mellett számos dísztárgy helyet kapott a kiállított darabok között, ezek közül gyapjúból készült virágok, képek, fali díszek, szőnyegek. A gyapjúból készült textíliák című kiállítás az elkövetkezendő 3 hétben megtekinthető a Fehérló közösségi házban.